Speciális drónokkal fertőtlenítettek Abonyban, például a vasútállomás környékén. A különleges technikával nem csak a talajon lévő, hanem a levegőben lebegő vírusokat is el lehet pusztítani, és egy feltöltéssel több mint 50 focipálya nagyságú területen tudnak tisztítani. Sőt, még olyan helyen is lehet vele fertőtleníteni, ahol sok az ember. A higított fertőtlenítőszer csak a vírusra veszélyes, ami gazdatest nélkül gyenge, hiszen megsemmisíthető. Erre az egészen kis mennyiségű klór is alkalmas. Ezt pedig drónokkal olyan helyekre is el lehet juttatni, ahová nagyobb járművekkel nem lehet bejutni, vagy ott, ahová nem tanácsos embereknek bemenni. Ezeket a helyeket megpróbáltunk, mivel ezek kimondottan nagyforgalmú helyek, ezeket megpróbáltuk magánterületen kezelni folyamatosan ezzel a fertőtlenítő anyaggal, amit a tiszti főorvos úr és a polgármester úr is azt mondta, hogy ezzel kell ilyen higítású anyaggal, meg a kínaiaktól és amerikaiaktól is megkaptam erre vonatkozó utasítást, hogy lehet ezt elvégezni. Ez az anyag, amivel csináljuk, ez 1%-os hipó és klóroldat, hipóoldat végtére-végtére, és 10 liter vízhez 1% hipót öntünk, és némi cseppnehezítő anyagot, ami ezt biztosítja azt, hogy ezek a cseppek ezek leérjenek a megadott területre. Azokat a közterületeket, idős otthonokat, patikákat, gyógyszertárakat, sűrűn látogatott helyeket, amely más módszerrel nem igazán fertőtleníthetőek le, drónnal elvégezhetőek. A gyakorlatban úgy néz ki, hogy megcsináljuk ezt a higított fertőtlenítőszert, és beleöntjük a drónba, a drón felrepül, és útvonal térkép alapján berepüli azt a közterületet, vagy magánterületet, vagy kórházt, vagy egyéb intézményt, egészségügyi intézményt, amit le kell fertőtleníteni. Ez nem csak a talajba fertőtlenít, vagy a kövezeten fertőtlenít, hanem a levegőt is fertőtleníti. Tehát ennek a vírusnak az a tulajdonsága, mint hogy azt már tudjuk a tiszti főorvosok meg az operafit törzs elmondásából, én ezeket nem mondanám, de nagyon gyenge ez a vírus, és bármilyen klóros és hipós oldattal találkozik, abban az esetben ez azonnal elpusztul. A földtől 5 vagy 7 méterre is le lehet ereszkedni, ahogy a terület megkívánja, mondta Bene Lajos, akinek jelenleg 15 drón áll rendelkezésére, vagyis nem a gépek hiányával van a gond. Egy ilyen drón az 40 hektár terület csinál meg jobb esetben. Kínában ezt gyakorlatként csinálták, Amerikában is gyakorlatként csinálják most, a HSE képviseletében. Repülőterek és egyéb tereken alkalmazzák ezeket a dolgokat. Kínában mindent lepermeteztek ezzel, ezekkel a szerrel. Ugyanilyen, mert kaptam ezeket a szereket is, amik a képletét, amivel ők csinálták. Az se egyáltalán nem különb ettől, amit mi alkalmazunk. Lepermetezték mindent, nem foglalkoztak emberekkel, meg egyéb dolgokkal, ők végrehajtották ezt a feladatot. Természetesen őnekik vannak olyan automatájuk Amerikában is, meg Kínában is, amit betesznek egy áruházban, azt automatikusan egy 10-szektors tartályban az egész nap fertőtleníti a levegőt. Permetez. Ezek a drónok arra alkalmasak, hogy bármilyen olyan területet, ami a tiszti főorvos, azon kívül a polgármesterek most ebbe az eszkalálódott helyzetbe engedélyeznek, vagy azt látják jónak, hogy oda ember ne menjen, mert mármilyen fertőzés léphet fel, vagy egyéb, oda eszközt, teszem azt 50 vagy 100 méterről oda tudjuk küldeni, és lefertőtleníti azt a szakaszt, amit kell. Szívesen segítene országszerte, nyilatkozta a televíziónknak, ha kérik a települések. Abonyban olyan dolgokat fertőtlenítettünk, amik szintén ilyen az én gazdasági környezetembe tartozó mezőgazdasági műhely, azon kívül üzletek, egyéb dolgok, amit én a magánterületemben megcsináltam. Ezeknek az ajánlására, amit én nekem tettek az amerikaiak, hogy megtehetem, meg a kínaiak úgy szintén. Sőt, tegyem is meg, és ebben segítsem elő a magyarországi helyzetnek, ha tehetem a megoldását. Ezt hangsúlyozom, hogy minden esetben ingyen és bérmentve csináljuk, hangsúlyozom, tehát nem üzletképpen csináljuk ezt a dolgot, se reklámképpen,
nem is az olyan irányból történik ez az interjú, se gondolom, hanem abból az egyszerű okból, hogy ha ez a helyzet annyira eszkalálódna Magyarországon, és szükség van ezekre az eszközökre, akkor nagyon kevés olyan ember van még, aki ezeket tudja kezelni. Kizárólag akkor megy, ha az önkormányzatok ezt kérik. Eddig Amogyban és Tiszapüspökiben alkalmazta ezt a technikát. Saját vállalkozásainak környékét feltőtlenítette le drón segítségével.